Na mi van? Na mi van? Volt szóró lap, volt szóró... Ú, bazd meg, várja. Ne felejtsem el behozni. Nem hagyom én ettől abba a videózást, mert figyelj ma. Hú, öcsém hálózatfejlesztés volt. Telekomáéknál. És? Na ezt majd utána. Majd a GoPro után. Szóval, jött egy levél, kettő szar figyelt a postálnába. Ez, meg ez, mind a kettő érdekes. De előbb ez a GoPro. Névre szólóan, GoPro be a hero, PO Box, postafiók, Irvine, California, irányítószám, stb. Intel Pioichi Air Mail, US Postage Paid, amerikai posta fizette Los Angeles, California, geci. Úgy mondjuk már fel, hogy ne tépjem el a levelet. Nem tudom, mi van benne, vagy reklám, új év, vegyél új GoPro-t, vagy Happy New Year. Na, megnézzük. Jó, azok már küldtek valamit. Edjen meg a szájukat. Ó, te fiú. Ó, te. Jaj, Hörbinek is van már, most már nekem is van GoPro matrica. Hú, te. Azt csugalják ezzel, hogy telik el logózzam a házat GoPro matricával. És akkor mi van? Reklámozzam őket, vagy hogy? Vagy... Azt hittem, írnak egy levelet mellé, de semmi, bazd meg. Tök üres. Ide lehetne egy matricát tenni, vagy mit tudom én, mit szoktam unboxingolni a KH-n. Ott sok ilyen van, meg hol szoktam még vlogolni. Asztalnál, csak ott nem tudom a hátam mögére. Jaj, de szép, jaj, de vagány. Mert amúgy lehet ilyet venni az eBay-en is, csak... Már azért jobban esik az embernek, hogyha na, hát a GoPro személyesen küldi, érted, a névre szóló levélbe. De honnan tudja egyébként a GoPro az én postai címemet? Mert jó, van a terméket, én beregisztráltam annak idején, mikor megvettem, de ott nem kellett ilyet megadni, hogy privát lakcím. És mégis kiderítették. Google útjai kifürkészhetetlenek, nem mintha titok lenne a címem, mert már mindenki tudja szerintem, aki akarja. Egy kicsit is utána jár. De a GoPro-nak speciál nem adtam meg. Na, szóval, ez érdekel engem, de nagyon. Ugye tudjátok, hogy annak idején, hát nyáron lesz két éve, hogy én átpártoltam ugye a Invitel-től a Telekomhoz, mégpedig azért, mert keveseltem ezt a sávszélességet, ugye, amit az Invitel tudott volna nekem nyújtani. És hát akkor én a Telekomnál megváltottam a itt elérhető legfullosabb csomagot. Tévé nem számít, de az internet az ugye 30/5-ös volt. Ugye 30 megabit letöltés, 5 megabit feltöltés, és akkor azt mondták, hogy ez a legnagyobb elérhető cucc. De most már itt vannak egyebek is. Hát van olyan, hogy most már ez a legkisebb csomagom. A Netmania L. 30/5. Szóval van a következő csomag, a Netmania XL, az 50/5. Azzal megint nem lennék kisegítve, ugye, mert én elsősorban ugye a feltöltési sebesség, a feltöltés gyorsítása miatt váltottam. Hát most nekem a letöltés az, amennyit én letöltök. Viszont itt már a Netmania XXL az 120 megabit per 10. Nem tudom, még mindig miért ilyen aszimmetrikus.
De van ilyen, hogy Netmania 1000. Nem tudom, hogy ez személyesen itt elérhető a lakhelyem, mert ez már nekem nagyon nem tűnik izének, kábelnetnek, hanem optikának. Be fogok menni január, hát valahanyadikán, január elején is meg fogom kérdezni. Azt mondja, hogy ha csak le nem jár az akció, azt mondja, hogy... Van itt egy telefonszám. Mert ez, 1000 megabit letöltés, az semmi, de 300 megabit feltöltés. És akkor ezzel már egy kicsit gyorsabban mennének fel a videók, nem? Hú, bazán. Váljál már te fél. Azt mondja, hogy én nem tudok számolni. Nekem muszáj elővenni a számítógépbe. Azt mondja, hogy 300-ban az 5 hányszor van meg? 60-szor. Tehát az 60-szor gyorsabb feltöltés lenne. Ami azt jelenti, ami most 60 percig tart, az 1 perc alatt felmenne. Az már vállalható, igen. Viszont az 1000 megabitre nincsen szükségem, és ez még mindig sok. De lehet, hogy aláírok egy 120x10-est csomagot, mert meglátom, hogy mennyi lesz az ára. Netmania XXL. Mert még az még mindig duplája lenne, tehát az 5 megabitnek a 10 az. Hát szerintem azért már elfogadható. Mondjuk most még ez az 5 megabites feltöltés, és úgy vagyok vele, hogy összeteszem a két kezemet, mert volt valami idióta üzletpolitika, hogy amióta én megkötöttem, azóta ugye az eladott csomagok csak szarabbak lettek. Tehát nem tudom, a szolgáltatók valahogy nagyon rágyúrtak a letöltési sávszélességre, és ugye mivel kábelen nem tudtak egy bizonyos adatmennyiségnél többet forgalmazni, szolgáltatni, azért fogták azt, az egyiknek a kárára vették el a másikba. Tehát a feltöltési sebességet lecsipkedték, és akkor eladnak olyan net csomagokat, hogy 10x0,5, nem tudom, most a tesóméknál is voltam, nekik izé van, Pugin, UPC, hát ott az a 3 perces videó, hát az ment felfele, vagy 45 percig biztos. Tehát nem tudom, mekkora lehetett az a letöltés, az lehet, vagy 2-3 megabit. A feltöltés meg fél. Ezt tudom, mert egyikünk elkezdett telefonon, nem is izén, gépen, hogy full HD-ban, telefonon elkezdett YouTube-ozni, akkor befagyott minden. Tehát akkor egyszerűen elfogyott a sávszél, nem maradt semmire se. Úgyhogy egy telefon rendesen levette ott a izét, a sávszélt. Ja. Úgyhogy ez sose járt. Mitől teljes az internetezési élmény, a wifi routert, azt most is adtad. Telefon. De telefonra meg azt mondták, hogy azért van, hogy a Telekomnak tudjunk ingyen üzenetet küldeni, hogy mit tudom én, hiba bejelentés, vagy valami. Én még nem próbáltam meg, mert ugye készülék nincsen rácsatlakoztatva az életet. Itt van benne a telefonvonal, a kábel itt lóg, de ahogy mondom, valamelyik nap bekapcsolom a tévét, az akkor nincs adás, tudod. Ellenőrizze az Ethernet kábelt, mit kell azon ellenőrizni, nem lett megmozdítva. De csinált már ilyet egyszer, és akkor fogtam, megfordítottam a kábelt. Az a vég, ami a tévében volt, azt dugtam a vizébe, a set-top boxba, és viszont a set-top box végét meg a tévébe, HDMI. És akkor utána jó lett. De most nem lett. Tehát most nem ez a helyzet volt. Nem, nincs ellenőriz az Ethernet kábelt, nézegettem is a routert, hogy nem lazult ki. Nem lazult ki. Ez nem volt adás. És nem mondom, akkor le van szarva, hát most én nem fogok telefonálgatni, mert nem tudom én, mert
Kurvára nem érdekel a tévé. Aztán tegnap éjjel bekapcsoltam, és akkor elkezdte magát frissíteni a set-top box. Írta, hogy van új szoftver verzió hozzá, és a lehetőség van frissíteni. Na mondom, előfordult, hogy lefrissítem, és akkor elmúlik az agyfasz. És úgy is volt. Frissített vagy 5 percig, utána bejött szépen a tévéadás, úgyhogy megjavítottam. Még mindig nem alapszolgáltatás a HD, a tévén. Ezt egyre kevesebben nézik a tévét. Jó, mondjuk azt elhiszem, a sportcsatornát még mindig azért sokan nézik. Most karácsonykor néztünk egy kicsit tévét, ugye internet az döcögős volt, hát na mégis a családi tévézés karácsony. Tehát az a lineáris műsorszórás, érted, hogy neked nincs befolyásod. Annyiszor azon kaptam magam, érted, hogy mit tudom, volt egy mondat a filmben, amire nem figyeltem, és akkor hogy kaptam volna távirányító után, hogy tekerjük csak vissza. Mit? Hát ez tévéadásban, ráadásul analóg, tehát azt te nem tekered vissza. És a reklámok ugye, pisi szünet, kakaszünet. Hogy akarják megtartani a közönséget, hogy még mindig a HD az meg prémiumnak számít. És akkor adják el fel a 4K-s tévéket, meg a 4K-s kamerákat, meg a 4K-s monitorokat. A tévé meg még mindig nem jutott el odáig, hogy egy nyambat 720 az mondjuk alapszolgáltatás legyen. Nem, az meg az prémium. Hát így nem is fogom nézni. De ezt az internetet, ezt meg kell fontolni. 120x10-es, az a már el lennék szerintem. Egy darabig. Na jó. Ennyi volt, mese volt. Remélem tetszeni fognak a retro videók. Összegyűjtöttem. Google-nak van egy ilyen lehetősége, mert ígértem én azt, belengedtem a Turi Tamás nézés csoportba, hogy fogok csinálni egy Best of 2016 összeállítást. És hát megmondom őszintén, nem lesz belőle semmi, mert közben rájöttem, hogy elkezdtem lefelé töltögetni a videókat, egyrészt olyan frusztráló volt, hogy csak 720-ba töltött el, tehát nekem tudod, ez az összetömörített szarna, mondom. Jó, és akkor, de mondom, de főleg az, hogy elkezdem nézni, és akkor rájöttem, hogy nekem végig kéne effektíve nézni az összes videót újra, ahhoz, hogy ki tudjuk belőle néha vágni egy-egy jó aranyköpést, vagy jó izét. És ugye én nem tudom magamat olyan jól idézni, mint ahogy ti tudtok engem idézni, mert ti megnéztétek számtalanszor a videóimat, meg megtanuljátok kívülről, meg minden, én meg nem. Én megcsinálom, feltöltöm, azt jó napot kívánok. Majd lehet, hogy mit tudom én hébe-hóba visszanézek egy-egy videóra, mit tudom, tegnap este megnéztem a Szenteste agyfaszt, de én például azt sem néztem meg azóta, mióta feltöltöttem. És vannak, akik jobban tudják idézni. És akkor ezt a best of-ot, ezt nem nekem kéne megcsinálni, mert én biztos, hogy nem. Tehát ahhoz nekem sem időm, se türelem, hogy az összes videót, tehát a legjobb videókat, hogy most végignézem, hogy mi volt az a legjobb, legfrappánsabb beszólás, amiért érdemes lenne így összerakni egy ilyen nézőt, nem? Tehát főleg, hogy voltak órás videók is. Nem csak ilyen izé. Na, és akkor most megtaláltam, hogy itt van a Bonfire csatornámon néhány olyan izé, ami már hát vlognak számít igazából, de azt még úgy igazából nem tudtam, hogy megy, ezt csak próbálgattam, hogy kellene vlogolni, mi ennek a menete, és nagyon kezdő szánypróbálgatások, nagy haja a szakállal, és akkor mondom, na ezt a néhány videót azért jó lenne meg moderníteni, modernebb fazonba berakni, és akkor ezeket letölteni.
És akkor elkezdtem letölteni egyesével, és borzalmas volt, mert ezt a végé a videót, ezt a 640x480 még azt is lerontotta nekem a felére. Mondom, és akkor elkezdtem keresni, hogy hogy lehet ezt az eredeti videókat letölteni. És emlékeztem én, hogy volt Parkinsonnak egy tutoriálja arról, hogy össze lehet gyűjteni a Google-al valamilyen módon archivált dolgokat, és akkor azokat letölteni. És nem azt arra videóra kerestem rá, hanem hogy hogy lehet letölteni a normál felbontásban. Rá googliztam, és akkor megtaláltam, hogy van egy ilyen szolgáltatás. Ki lehet pipálni, hogy mire vagyunk kíváncsiak. Én csak a YouTube-ot pipáltam ki a Bonfire csatornába. És akkor hagytam, hogy azt mondja, ebben meg az a baj, hogy igaz, hogy eredeti felbontásba ideadja, viszont nem lehet kiválogatni, hogy csak ez, meg ez a videó kell, hanem mindet. Tehát csak kipipált, hogy YouTube, és akkor ami fenn van. És például a Turi Tamás csatornámon esélytelen lenne, mert ugye itt már olyan 1000-hez közelít a videók száma, hogy már lehet meghaladta. És hát nincsen akkor a háttértáram, hogy azon elférjen. Most a Bonfire videókat is, ugye, aminek a nagy része ilyen elég jó tömörített cucc volt, az is 7,5 giga lett. Gyűjtögette nekem egy fél napig, és akkor utána 5 darabba tudtam letölteni, mert egy fájl maximum 2 gigás lehet. De mindegy, most már megvannak legalább, és akkor abban a minőségben van, ahogy én feltöltöttem, és akkor be tudom dobni a videószerkesztőbb, és akkor elé teszem azt a kis ismertetőt, amiben elmondom, hogy mi van, mert a videó elején van az a 2 perces cucc, és akkor annyi, hogy felskálázom úgy a teljes képernyőre, mert hogyha már az eleje az Full HD-ban van, nem fogom amiatt most lerontani az egészet. Úgyhogy így marad. Így lesznek ezek a videók, nem lesz sok, vagy 3 összesen. Meg még van néhány videóm fenn a Google Drive-on is, de szerintem azok nem blogosak. Csak egy-két ilyen felvételnek, hogy basszusgitározgattam valamit, vagy ilyesmi. Na, jó van. Ennyi volt a mi újság mára. Megyünk és eszünk. Mert vacsora ide. Nektek is jó étvágyat. Sziasztok!